A szexádi kórházban dolgozott a nő, akit rendszeresen zaklatott a férfi. Csak látásból ismerték egymást, a férfi viszont megszerezte a nő céges telefonszámát, és öt nap alatt 49 alkalommal próbálta hívni. Az áldozat egyszer sem fogadta a hívást, az aklató mégsem adta fel. Elsőbségi postai levelet is küldött a kórházba, ami kézzel írt szerelmes verseket és szerelmes leveleket tartalmazott. A férfi ügyében most hozott ítéletet a bíróság. Egy év tíz hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától kettő évre eltiltotta. A szigorú büntetést azért kapta a férfi, mert nem a zaklatás volt az egyetlen bűncselekmény, amit elkövetett. Többször állították már elő egészen különös lopásokért. Például itt a Szexádi Tartsai utcában autók antennáit lopta le, ugyanúgy, mint a város más részein. De volt, hogy bicikli ülés szerelt le egy kerékpárról, máskor pedig egy falra szerelt biztonsági kamerát vitt magával. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a vádlottal szemben nem csak azt, hogy többszörösen volt már büntetve, hanem azt is, hogy különös vissza tehát három éven belül ö, már végrehajtandó szabadságvesztés büntetését töltött, és három éven belül követte el az újabb szabadságvesztése fenyegetett vagyonelleni bűncselekményeket, így nem csak többszörös, hanem különös visszaeső is. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette.